fussatok, bolondok! Mi csináltok? A munkánkat végezzük, nektek is azt kellene. Azt csináljuk mi is. Mi elmegyünk nyugdíjba. Már fáj a térdem, nincs kedvem nekem itt rohangászni. Egyébként a nyugdíj jobban fizet. Úgy bizony. Ezért is az a mottom, hogy csak a hesz, semmi stressz. Hát, egyszer-kétszer a szápa elvisz egy gyereket, nem számít. Egyébként is, az a semmire kellő csikost vinné már el. Mindenkinek jobb lenne. Hát akkor én azt mondom, adjuk át a partot. Olyan csapatnak, aki mindenre kész, mindent megoldanak, nem félnek semmitől. De hát mi még erősek vagyunk. És ki legyen az új B-vad csapat akkor? Zsoca? Tökéletes jelöltnek tartom magam. Nézzétek, mit láthatok, mit találhatok a dobozban. Valaki, aki szívást, bauxitot, nagyon jó szava van. Valaki, nem? Akkor először nem is olyan van. Ezt megnyolgassátok otthon. Kovács Attila? Én tudok egy csapatot. Ismerem is a vezetőjüket. Király a srác. Fel is hívom. Nélkülünk egy új csapat. Ezeknek egy egész osztálynyi emberre lesz szükségük. Felhívom Zalánt. Ó, már megint hív. Hello, Zalán. A csáfate. Na, Zalán, ilyen viszonyban vagyunk. Hát mindig így köszönök. Ja, te vagy az, fiam. Hát, bocsánat, téves. Szép napot, kisfiam. Hello. Neked is. Hát, borzasztó. Ma már minden fontos embert Zalánnak hívnak. Meanwhile. Zalán napi sétájára indult. Sok teendője mellett igencsak megéhezett. Ekkor jutott eszébe, hogy jól esne bedobni néhány falatot. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Helyes vagyok. Halló, tessék? Hello, Zalán, a tengerparton vagy? Aha. Lenne egy megbízásom a számodra. Mi nyugdíjba vonultunk a többiekkel. Kellene egy új csapat, aki megóvja a Teleki Beach-et. Mi idáig óvtuk, védtük, de mi már elfáradtunk. Kellene egy vezér és egy új csapat, aki ezt a feladatot ellátja. Nemes, nehéz feladat. Meg tudod oldani? Hogy ne tudnám. Megoldjátok?
Még a több! Még! Szégyen családodra! 10! 11! 12! Nyomjad még! Nyomjad még! Nyomod! Ez az! Ne szórákozzál velem! Nyomod még! Nyomjad! Gyerünk most már még 5! Hé, srácok! Srácok! Hé, srácok! Mi van már? Zalán, bocs. Lehetek csak ide? Lehet, hogy beszélni valam már. Szia, Zalán! Helyzet? Látom, nagyon jó formában vagytok. Szükségem lenne az izmotokra és az egótokra. Hétvégén gyertek le Baltorra, és ahol elmondom nektek a részleteket. Benne vagytok? Ott leszünk. Later. Vagyok. Kéne egy fuvar. Hívom is anyu taxit. Hallott, Fanni, képzeld, letöltöttem a Tindert. Már megint? Aha, visszaeső vagyok. Megnézed, milyen a választék? Mutasson. Hát már ez egy cefet ez a nagyon csúnya. Ez mondjuk... Ő nagyon jól néz ki. Nem rossz, nem rossz, nem rossz, ja. Fú, hát, anyám lehetne. Ja, elég véreg. Nagyon, nagyon ronda. Hú, nem jó. Fú, hát őt én ismerem. Komolyan? Aha, megvan a telefonszám? Aha, igen, hát, majd átküldöm. Külvára, hát kösz. Úristen. Hú, hát ez tefett. Nagyon, nagyon ronda. Na, ne, ez mondjuk nem olyan, nem olyan, nem olyan, nem olyan csúnya. Nagyon szép. Nagyon szép, igen. Ő is nagyon jó. Hát, nem tudom, de amúgy nem fogod elhinni, az én Tinderemen nincsenek jó faszik. Egy igazi férfira, egy ilyen sportos férfira szükség, mint ő, igen, na ő lesz az enyém. Hát, ő is amúgy nagyon jól néz ki. Ha hív a Zalán. Mit akarhat? Na, szia, mondjad! Na, szia, anyu! Kellene nekem egy fuvar, mert egy ütőképes csapatot keresek. Jól van, akkor mindjárt ott vagyok, oksi? Oké, és köszi, puszi! Puszi, szia! Szia! The next day. Later. Meanwhile, I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Hol az velem, ki pászó? Ó, értem. Rendben, intézzük. Vamos a la playa. Aj, pedig már kezdtem Barbie-nak érezni magam. Én meg kellene. Azt hittem, Kenny vagyok. Jó, akkor keressük meg a többieket. Menjünk
spanyol latinák hazajönnek, de ezzel még nem teljes a csapat. Nem gondoltam volna, hogy ti itt lesztek, de szükségem lenne a rendkívüli koordinációs képességetekre. Benne vagytok? Benne vagyunk. Three days later. És most jöjjenek a parti jelenetek. Ja, ups, ezek még se azok. A legeslegőbb üzemeltőkre van szükségem. És összességében ennyi. Én neki figyel? Miről volt szó? Lili! Meanwhile... Rendkívüli híreink következnek. A napok folyamán a Telki Beach-en súlyos balesetek történnek. Részletes információkkal egyelőre még nem szolgálhatunk, de a legjobb csapatunk már dolgozik az ügyön. Aj, ez a Telki Beach, ez valami szuper dolog. És a legjobb vegetáján, olyan... a banán. Just the two of us. Következő napi programpontunk az ugye a plusz-minusz lenne. Csak sajnos most a klímaváltozás miatt a mínusz átalakult plusszá, úgyhogy most nem releváns a dolog, tehát nem tudok el mit csinálni. Viszont a következő kísérlet az az lenne, hogy megkíséreljük kísérleti jelleggel, egy kísérlet keretében, megoldani, hogy a tengervíz, amit a beachről szedtünk, az iható legyen. Beleteszek egy tisztító egyszert, amely kiváló minőségben tisztítja a vizet, és akkor tiszta lesz a víz. És akkor tiszta vizet öntünk a pohárba, ugyebár beleteszem, és olyan tiszta lesz, nézd meg, figyelj! Jézus Mária! Mi csináltam? Úristen! Hát ebből már soha nem lesz tisztaiható ivóvíz. Legalább lett volna nagyon sárga. Új gyerekek, nagyon nagy a baj. Szólnom kell Fegyának. Run. Ki az, aki szabotálja a Teleki Beach-ünket? Ki? Először Mara. Szerencsé, hogy ott voltam. Aztán Kázsi,
Erről hallottam. Kopasz. A kopasz! Kis boda! Hát persze! Hát figyelj, drágám! Szerintem a KZ akciója az nagyon jól sikerült. Oké, de a maráé viszont nem sikerült. Az bukta volt. Hát inkább én azt mondanám, hogy gatya volt. Felesleges időpazarlás. Még lesz a következő? Hogy lesz tovább? Hát... Aha! A zsarnóságnak vége. A Teleki Beach az enyém, és életem árán is meg fogom védeni. Most bezárok titeket ide, és úgy fogtok rohadni, mint Szulajmán szigetről a sátrálnál. Nem akarom. Nem akarok megrohadni. Fú, hát az első akadást sikeresen állítottam. Úgy érzem, a Teleki Beach még veszélyben van. De életem árán is meg fogom védeni. Hát átérzem ezt a feladatot. Nem könnyű dolog. A Teleki Beach-en sose szabad csukott szemmel járni. Na fix nem! Szavazatok Zalánra, és a 12 ára, hogy a Teleki Beach továbbra is biztonságban legyen. Hétvégén nyertek le Balkonra. Mi a mi? Gyert. Mi a várjál, újra. Mehetsz. Hallod, Fanni? Letöltöttem a Tindert, megnézed? Mindegy, mit állni. Csak pokáz. Jó. Szép a fényes. Aha! Van utána vége. Teleki Beach az enyém, és megvédem az életem árán. Most bezárok titeket ide, és így fogtok ti szottyadni, mint a barack. Bocsánat. Király leszel, így legyen.